Látványos drón felvételekkel mutatja be Tanyó József videója, hogy mennyire alacsony a Dunavizállás a Gerjennél. A tartós forróság és a csapadékhiány miatt az egyik korábbi homokzátony valóságos szigetté vált. A területre a helyiek és mások is szívesen járnak strandolni. Hagymás Károly már évtizedekkel ezelőtt is itt frissítette fel magát kisgyerekként. Azt mondja, ilyen alacsony vízállást még soha nem látott. A papunk, a lelkészünk az vigyázott ránk, mikor gyerekek voltunk. 30-40-en szoktunk le lenni a Duná, de nagyon jó volt az idő, amikor zsíros kenyérre lejöttünk, és egész nap itt voltunk a Dunán, és este mentünk haza. Nagyon jó volt, úgyhogy voltak ilyen zátonyok, de ezt az zátonyra erre nem emlékszek, ez nem volt. Az alacsony vízszintet kihasználók arról számolnak be, hogy szinte a folyó közepéig lehet sétálni. Bementünk majdnem a feléig, és még igen, csak körülbelül a mellig ért a víz. Ugye mivel nagy a sodrása, nem mertünk tovább úszni. Hajó úszik a Dunán, egyre ritkább az ilyen látvány az elmúlt hetekben. Vannak olyan teherszállítók, amiket már nem tudnak megrakodni, a sekély vízben ugyanis nem képesek közlekedni. Így az aszály már a folyami kereskedelemben is fennakadásokat okoz. Nem csak így drámai a helyzet. Budapesten a Duna vízszintjét augusztus 8-án még 100 cm-re mérték, 8 nappal később pedig már csak 70-re. Vagyis alig több mint egy hét alatt a víz 30%-a tűnt el a mederből. Ezt követően még intenzívebb apadás kezdődött. 27 óra alatt 10 cm-rel csökkent a vízmélysége. A fővárosnál, Paksnál és Domboriban pénteken 25 cm mély volt a folyó. Az előrejelzések alapján szombat reggelig még apad egy centit, akkora viszont kiadós eső érkezik a térségbe, ami csapadékkal tölti fel a medret.